Balogh Sándor vagyok, a Magyar Afrika Társaság elnöke. Hogy pontosan mi is az az ebola, mekkora veszélyt jelent és lehet-e védekezni ellene, erről szeretnék megosztani önökkel pár hasznos információt. Afrikában az ebola járvány kitörésének két alapvető oka van. Először is a betegséget az afrikai gyümölcsevő denevér hordozza, ami az embert is meg tudja fertőzni. Másodszor a terjedés módja miatt azok a kevésbé fejlett országok, amelyeknek az egészségügyi infrastruktúrája fejletlenebb, zsúfoltak, alacsony szintűek az egészségügyi intézményeik, jobban ki vannak téve a fertőzés veszélyének. Azt látni kell, hogy a legtöbb üzleti ügyben utazó és külföldön dolgozó számára az ebola fertőzés esélye igen alacsony. Ha az utazásuk alatt betartanak néhány alapvető óvintézkedést, akkor ez a kockázat még alacsonyabb lesz. Az ebolát kizárólag fertőzött szemétől és annak testnedveivel való érintkezéssel lehet elkapni. Ideértve a hányást, hasmenést és a vért. Kiemelném, hogy az ebola nem terjed levegőben, és a szúnyogok sem terjesztik. Azoknak, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek ebolás betegekkel, megnő a kockázata a fertőzésre. Ilyenek az egészségügyi dolgozók, a betegeket ápoló családtagok, azok, akik a holttestekkel foglalkoznak, és a temetéseken résztvevők. Az ebola fertőző betegség, mely lázzal, gyengeséggel, hányással, hasmenéssel és néha vérzéssel jár. Bár Afrikában az elmúlt 40 évben többször pusztított már ebola járvány, a jelenlegi az eddigi legnagyobb a világon. A fertőzöttek halálozási aránya 50% felett van. Kezelés korai megkezdése növeli a túlélés esélyeit. Még nincs védőoltás ellene, de a kísérleti gyógyszerek tesztelése már több országban elkezdődött. Kembe Szorel vagyok, színész, a Magyar Afrika Társaság tagja. A következő megelőző lépéseket feltétlen tartsa be, ha Afrikába utazik. Elsősorban azt kell megfontolnia, hogy amennyiben az utazás nem feltétlenül szükséges, inkább halassza el, ha egy fertőzött országba utazna. Ha eldöntötte, hogy mégis egy ebola sújtotta országba utazik, van néhány tény, amit figyelembe kell vennie. Először is, mivel a hatóságok szűrik a ki- és beutazó utasokat, ezért jelentős késések fordulhatnak elő a repülőtereken. A hatóságok a határoknál vagy egyes területeken korlátozhatják is a ki- és belépést. Ne utazzon, ha beteg! Ha észreveszik, hogy lázas, hány vagy hasmenése van, elképzelhető, hogy ebolásnak tartják, és karanténba zárják. A kórházak túlterheltek az ebola sújtotta országokban. Ez azt jelenti, hogy nehézségeket okozhat más betegség, például malária esetében kezeléshez jutni, de akár egy egyszerű hasmenés is gondokat okozhat. Ezen kívül, ha véletlen súlyos egészségügyi probléma adódik, elképzelhető, hogy nem engedélyezik a beteg kijutását az országból. Használja a következő praktikus tanácsokat biztonsága érdekében. Ne látogasson kórházakat. Ne látogasson olyan otthonokat, ahol ebolás fertőzött van vagy volt. Ne vegyen részt temetésen. A komolyan fertőzött területeken tartózkodjon a tömegközlekedés használatától. Gyakran mosson kezet vízzel és szappannal. Hordjon magánál kézfertőtlenítőt, s használja minél többször. Ne nyúljon a szájához, orrához, vagy a személyhez. Ha mégis megbetegszik, de nem volt közvetlen kontaktusban ebolás beteggel, nem valószínű, hogy ebolával fertőzött. Számos egyéb oka lehet a láznak, hányásnak és hasmenésnek. Ezek közül persze sok komoly betegség is lehet, mint például a malária. Így minden esetben azonnal forduljon orvoshoz, és kérjen tanácsot a Magyar Afrika Társaságtól.